Szia, szevasz, üdvözlöm mindenkinek ezen a szép napon reggelen, délutánon, itt vagyok kint a garázsban, hogy látjátok. Be vagyok kentve ilyen napolajjal, napkrémmel, ugye, hogy ne ijjen le a fejem. Ha látod, itt látod, rárakadt a szakállamra. És azért vagyok itt a garázsban, ugyanis nem más fogunk csinálni, mint kivisszük a, nem a hajót, a csónakot a vízre. Meg is mondom, hogy milyen csónakot. Hogyha régóta nézitek a videókat, vagy most már egy jó ideje, lehet, hogy láttátok, hogy apukám itt a garázsba épített egy csónakot, egy ilyen motoros csónakot, és elkészült, hogy ma ezt fogjuk lerakni a vízre először. Eddig még nem volt a vízem, nem tudjuk, hogy úszik-e, nem tudjuk, hogy mit csinál, úgyhogy oda fogunk ma elmenni. Azért vagyok így bekenve mindennel, hogy nehogy leérjen a fejem, ugyanis rettentő meleg van, vagy 35 fok, komolyan mondom. Még mielőtt megmutatom nektek a csónakot, ami itt a garázsban, itt a kamera mögött, ki fogjuk ide vinni a füves részre, hogy jobban lehessen látni. Szóval, itt van a csónak, és készen van. Majdnem, hogy teljesen készen van. Ahogy látjátok, mutatom az alját, onnét kezdjük onnét. Ez egy, látod, ilyen alumínium csónak, ami le lett szépen tisztítva, le lett az alja neki festve. Az oldala ilyen narancságára, ahogy látjátok. És végülis ez lett ráépítve, ez a, látod, ez a fa. Ami le lett festve, hogy ugye a víz ne menjen be. Bele lett rakva a kormány, ott egy tartó, hogy látjátok. Még egy kicsit szemetesított. Van benne két ülés, ott a kormány. A motor pedig egy ilyen 4 lóerős, 3,6 lóerős kis motor van rajta, ami jelenleg nincsen bekötve, a kormányra ugye ezt rá kell kötni, ilyen madzaggal működik a kormány, ott lehet rendesen húzogatni. Van benne egy kis benzintartály, egy ilyen kis hely, hol lehet pakolni, meg ez alá is. Várják, kinyitjuk, hát ott nem sok minden, épp hogy csak befér kötél, meg hasonló dolgok. Két evező. Lehet venni, hogyha véletlenül ugye megáll a motor a vizen, akkor ki lesz nevezni a partra. Amúgy ez nem másé, mint a Davis-é és a Lucas-é lesz majd, hogyha tudják ugye vezetni. Itt a Davis neve, látod? Ezt apukám szépen így ráfestette azt is. De mutatom a másik oldalt, ott van a Lucas-nek a neve. Ott, látod? Ilyen szép, ilyen fa alumínium csónak. Szép kis kétüléses. Ja, most ezt fogjuk levinni a vízre valahogy, és ki fogjuk próbálni. Valószínűleg rá fogjuk rakni az utánfutóra, mert egy kicsit nehéz, és itt átvinni itt holdalt a ház mellett, lehet, hogy nehéz lenne. Most elhúzom az utánfutót, aztán rátesszük, és lehúzzuk a vízre. Hát ilyen szép ablaka van itt elő. Ilyen szép fekete. És az nem is ablak, csak ilyen tartó, csak így jobban néz ki. Fel lehet emelni, és ide is lehet bele pakolni. Például itt van még benne ez a kötél, még egy kicsit majd ki kell ugye takarítani, de ez lesz az első ilyen teszt út lent a vízen, és megnézzük, hogy úszik-e egyáltalán. Remélem, hogy nem fogunk vele elsüllyedni. Aztán majd kiderül. Hogy mutatom, látod, még lámpája is van, kapcsoló még nincsen bekötve, itt az egyik, hogyha ugye este akarsz menni. Itt pedig a másik, azt még be kell kötni, tehát ilyen apróságokat még meg kell csinálni, de nagyjából kész van. A motor az egy vadonatúj motor, be van, még nincs bejáratva rendesen, körülbelül ment vagy egy 15 percet, úgyhogy nem olyan túl sokat, de elég lassan fogunk vele menni. Megnézzük, hogy hogyan fogja bírni a hullámokat. Eljött az utánfutó, ez a jetsknek az utánfutója, de szerintem rá fog férni, ugyanis, mutatom, látod, körülbelül akkora, mint egy jetski, tehát nem olyan túl nagy, amúgy apukám ezen dolgozott most már egy jó pár hónapja. Biztos, hogy láttátok, hogy itt volt a garázsba. Ugye megvettük annak idején csak ezt a csónakot, azt az alumíniumot, ugye. Tehát és apukám ráépített ugye mindent, a tetejét, azt a fát, szépen le lett ugye festve, az ülés, a belseje. Tehát ez egy sima ilyen alumínium csónak volt, ami egy üres teját, az egész belse ugye üres volt neki. Na, ráment a csónak. Látod, de kicsit nem az, hogy lelók, hanem jobban ráment, mint itt lehet, hogy kellett volna. De pont ráfért az eleje, a hátulja. Úgyhogy ezt le kell egy kicsit kötöznünk. Nagy véletlen, hogy a leessen, bár nem fogunk messzire menni. Körülbelül ilyen 2 percnél a lejáró, mit ölünk. Oda fogjuk lehúzni. Rajt van mind a két oldalt rendesen. Várja, neki ér a keréknek. Majdnem, lehet, hogy egy kicsit arrébb kell rakni oda túloldalára. Ja, látod, ott nagyobb a hely. Más nem kell. Remélem, hogy megvan minden. Megvannak a jackik, megvan a rongya, apukámnál van, evező megvan. Várjál, kell egy ilyen. Ilyen, látod, és kell egy ilyen manolek lenni a hajóba, hogy elkezd süllyedni, ki tudjad merni. Hogyha a rendőr megnéz, akkor ennek meg kell, hogy legyen. Na, hoppá, mehetünk.
ide be az elejébe belerakjuk. Talán nem fogunk süllyedni, de ha belenyi a víz, akkor ugye kik tudjuk vele merni legalább. Na, akkor menjünk. Indulunk! Ó, mindjárt lejt oppanunk. Ilyen mögöttünk a csónak. Ugye azért van rajta 3,6 lóerős motor, ugyanis arra nem kell jogosítvány. És mivel a Lucas fogja vezetni, meg a Davis, ők nyugodtan vezethetik, ugye, mert nem tudok levizsgázni, nem tudsz levizsgázni hajóból, vagy csónakból, vagy jetskiből 10 évesen, de ilyen pici motorral nyugodtan vezethetik a csónakot, tehát ezért van rajta ilyen kisebb. Ezzel is megy, csak ugye nem olyan túl-túl gyorsan, de amennyivel ők tudnak menni, vagy akarnak, szerintem bőven elég nekik, meg még nekünk is. Csak így eldöcögni. Na, érkeztünk, leroktunk a csónakot. Úgyhogy most visszagyalogulok a csónakhoz, és rettentő sokan vannak. Nem tudtam nagyon filmezni, jönnek, mennek, mindenki rakja le a jetskit, meg a hajóját. Szóval úszni úszik eddig, úgy néz ki. Apukám most beköti a kormányt, akkor már eltbe is kötötte. A jackik megvannak, az italom megvan. Ajjaj! Orra, ide rakjuk addig valahova. Vagy oda be az elejébe, várj. Ne menjen sehova. Valami, hogy rettentő sokan vannak. Komolyan mondom, itt kellett állni, ez a második rampa, ahol ki tudtunk ide kötni. És elmentünk, vagy... Ez a harmadik, elmentünk kettőt, és mind a ketten rettentő sokan voltak. Akkor ideértük is senki nem volt, de most mindenki jön, húzza. Na minden, közben beindult. Látod? Hadonat új motor, hogyha még szerencsé, hogy beindult. Most apukám először aztán belegül, megy vele egy kört, én de itt maradok. Aztán kiderül, hogy milyen. Megvagy? Na de én itt maradok, jó? A gáz majd még be kell kötni, hogy legyen egy gáz ott a kormánynál. Én jelenleg csak ott hátul kell ráadni a gázt. Végül is ez csak egy ilyen próbaút. Hát úgy néz ki, hogy eddig még megy. Nem süllyedt el. Úszik a vizen. Csak ahogy mondtam, a gáz pedig apróságokat ugye még meg kell csinálni. Elég picike, oda néz, milyen nagy apukám a kis csónakban. Olyan vicces. Már gyerekeknek jó lesz. Lucas biztos nagyon fogja élvezni, meg a Davis is ugye majd. Csak erre az első útra nem akartuk őket elhozni, hát elsüllyed ugye, vagy valami baja lesz neki. De úgy néz ki, hogy megy. Hullámok ugye nincsenek, szerencsére. Amúgy oda néz, már mindenki hozza a jetskét, viszi a jetskét, a hajóját. Az a baj, hogy rettentő, nem az a baj, hogy, az, hogy rettentő meleg van, és ilyenkor ugye szépen süt a nap, meg 37 fok van, az előbb néztem az autóval, képzeld el, sokan jönnek ki, ugye ki a vízre. Na, visszaérkezett. Mindjárt megkérdezzük, hogy milyen volt az út, meg hogy bírta a hullámokat. Na, milyen volt? Hullámzik? Nem halljam, szerintem. Miért nem jó? Közül irányban mozog. Igen? Akkor rosszul lehet bekötve a kormány. Ha rossz... erre tekered, akkor arra tekered, akkor erre jön. Na, jó van. Akkor ezt meg kell csinálni. Ugyanis, na, ha jobbra akarunk menni, akkor balra kell tekerni. Kipróbálom. Amúgy nem süllyedt el, a víz nem nagyon ment bele, csak épp hogy egy picit. Jól bírta a hullámot. Ja, mert belépte a lábot, de aztán belevitte a vizet. Kimerem a vizet a cipőmből, és fordítva kormányozni. Kicsit nem fér el a lába, mondj. De összekulcsolom, akkor elmegy. Várjál! Még érdekes, hogy fordítva kell tekerni a kormányt, amúgy mutatom. Jön egy pár hullám. De amit hozzászoktál a kormányozáshoz, végül is tudod kormányozni, csak furcsa, hogy rossz felé akar menni. És azt mondom, hogy át kell majd kötnünk. Valószínű, hogy át kell kötni. Na várj, megfordulok. Na, nem erre fordulunk, a másik irány. Na innen? Na te! Így összezavarja a fejedet. Ajaj, jönnek a hullámok. Csak nem hiszem, hogy felborulunk mondjuk. Elmegyünk balra, akkor elfordulunk jobbra. Na ide, majd kitotózz. Na nem, várjál, erre. Aj te! Megzajasztam magamat, közben hazérkeztünk. Próbálok nem nagyon hangoskodni, és a Davis alszik. Úgy itt vagyok a Lucasnek a szobájában. Oh. Szervusz, mi helyzet? Semmi. Ezt ma le kell vágni. Nem. Dehogy nem, rettentő hosszú a haja. Amit tegnap azt mondta, hogy ja, le kéne vágni, mert ő is belenézett a tükörbe, aztán elég hosszú volt. Na mi? Úgyhogy nem más csinálunk, mint, már mutatom. Itt ezt, lehet, hogy egy kicsit rendet kellene rakni, azt hiszem. Először kinyitjuk ezt a rolót, vagy minek mondják, mert azt felúszik, hogy legyen egy kis világosság. És
A csónak, ha gondoljátok ide a videóvá, írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik, vagy hogy tetszett a csónak. Hogy mondtam, úszott. Egy pár dolgot ugye meg kellett rajta csinálni, például a kormányt, hogyha jobbra megyünk, akkor balra forduljon. De nem. Hogyha jobbra megyünk, akkor jobbra forduljon. És most az ellenkező irányba megy. Meg a gáz, nem pedált ezt a gázt, hogy ne lehessen húzogatni, hogy hogyan menjen, ne hátul kelljen ráadni a gázt. Aztán ennyi, aztán. Ja, meg a lámpát be kell kötni, bár sötétben nem hiszem, hogy fogunk vele menni. Aztán ennyi. Aztán jó, más nem volt vele. Ami elég szép lett, én szerintem. Én úgy gondolom, de gondoljátok ide, írjátok meg a videóra, hogy ti mit gondoltok róla. És nem tudom. Na mindent, nézzünk be most a szekrénybe. Ide. Hogy mi van benne. Várjál. Látod? Sok akasztó. Van itt. Oh, van itt Maci. Van ott a Lego. Aztán van Legóval. Régi játék, ilyen párnás. Látod? Ezt ide rakjuk a nyakad köré. És hogyha utazol, akkor ezen itt tudsz aludni. Főleg a repülőn. Oh, ja, van Lego, van itt minden. Mutatom. Például, ez tudom micsoda? Ez egy orr. Ez a pörsölynek, a malacnak a orra, amit rá kell rakni, és majd tudod kibányászni a pénzt az orrából. Valahogy úgy. Na minden. Hú, mi van még itt? Megint Lego. Ó, táska. Na minden. Nézd, van itt még kesztyű is. Hogy ez a kesztyű, hogy került ide? Megkérdezzük a Lukaszt. Lukasz? Yes? Ez a kesztyű hogy került ide? Ez kinek a kesztyű? Azt te használtad, de én tudom. Mire? Valami filmezésre. Milyen filmezésre? Nem tudom, én rossz látom, milyen kesztyű. Na. Nem hiszem, hogy nálunk ez kell. Nézzünk ide is be. Mi van itt? Egy lepapik. Látod? Olyan házikó. Ebbe azt hiszem, hogy dominó van. Vagy valami hasonló. Ja, ebbe vonat van. Táska. Bőrönt. Appá, mire léptem rá. Hogy te. Porszívó, ami nem működik. Ilyen gyerek porszívó, csak ellen kell bele. Azok meg tele vannak meg ilyen játékkal. Itt minden játék. Lehet, hogy belenézünk. Itt szóltok hozzá. Gyorsan kinyitjuk ezt is. Aztán belenézünk, mi van benne. Én azt hiszem, hogy ezek mind a Lukasznak a játékai voltak. Ja. Látod, ilyen macik, meg hasonló dolgok. Ugyanis a Lukasz rettentő sok ilyen dolgot kapott annak idején. Én is nagyon szerette őket. Na, várj, eddig lehet a kamerát. Aztán ebbe van egy kígyó. Látod? Ezzel ijesztette meg annak idején anyukámat. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, meg ki nem arra az átverős videóra. Mikor kiraktam a ház elé, ráraktam ilyen azt a Damilt, és húzogattam, és anyukám jött be ugye hozzánk a házba, hogy megijedt, nem tudta, hogy mi az, mert a kígyó ugye mozog, meg csúszik. Vicces videó volt. Na, mindjárt visszatesszük a kígyót. Hát, ha még majd egyszer átfölünk vele valakit. Aztán mi van itt? Oda néz, Hulk. Na, a keze. Látod, ezt fel lehet venni, és lehet üzni. Mind a fene. Na, mindjárt, ezt előadjuk. Lehet, hogy mi szereti. Amúgy időközönként egy-két játékot ugye elő szoktunk innét venni, vagy onnét, ezeket meg el szoktuk tenni, és olyankor mindig azt hiszi a Davis, nem azt hiszi, de új neki. Tehát mindegy, hogy az milyen régi, hogy a Lukaszé volt, de ugye, ha most ezt lehet, hogy délután odaadom neki, rettentően fog neki örülni, még hogyha nem is ugye új, de ő neki új. Ugyanis, hogy elmegyünk, ugye szereti a Hulkot, de hogy elmegyünk a boltba, és akarunk neki egyet venni, ugyanezek a játékok vannak a mai napig meg, és mivel elraktuk a Lukasznak a régi játékait, ezért most tudja használni. Egy nagyon picit ugye itt le van kopva, attól függetlenül semmi baja, de ahogy szokott kapni új játékokat a Davis, tehát nem a Lukasznak az összes régi játékat ugye kapja meg, de sok játékát elraktuk a Lukasznak, és a Davis most rendetlenül örül neki. Na minden. Ugye kicsit itt rendet teszünk, ebédelünk, aztán újra retnet teszünk. Mármint folytatjuk tovább. Na, szervusz! Na, mi a helyzet? Felébredt közben a Davis, körülbelül egy ilyen 20 perccel ezelőtt. Est épp, hogy csak... Mit csinálsz? Te! Bohóckodik. Nézzük ezt a minion mesét. Jön az ebéd! Nyuszi, jön az ebéd! Na, úgyhogy én addig hagylak. Hozzáfelesen az ebédet. Kinek a garázsba, ugyanis valamit akarok mérni. Meg is mondom mindjárt, hogy micsodát. Az utánfutót, a Jessica-nek az utánfutóját le akarom mérni, hogy mekkora. Azért akarom lemérni, mert találtam egy hajót, egy csónakot, ilyen elég nagyot, ilyen elvan túl nagy, de 5 méteres, 17 fut. Nincs utánfutója, kell rajt dolgozni, ilyen félkabinos, de meg lehetne olyanra csinálni, amilyet én szeretnék.
tehát nem biztos, hogy aludni fogunk benne, de egy napra el fogunk tudni vele menni, vagy tudnánk. És valamit látok benne, hogy mit lehetne vele csinálni, na minden. Úgyhogy ha el tudnám hozni a Jetski utánfutójával, akkor jó lenne, hogyha nem, akkor nem tudom hozzáhozni és nem tudok vele dolgozni. Na minden, úgyhogy lemérjük ezt a utánfutót, hogy mekkora. Hoppá! Nem értem. Picike, nem fog ráfélni. Aj, te! Gondolom, hogy azért, na látod, befelé az ajtón, gondolom azért Jetski utánfutó, és nem hajó utánfutó. Ugyanis több mint a fele, hányát csak próbálom bezárni, több mint a fele kilógna a háttúra. Meg én nagyon reménykedtem benne. Szóval, nekiállunk, ugyanis nem kezdtem még mindig el. Nekiállunk takarítani, ezt a mai videót én itt most befejezem, és hogy gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy mit gondoltatok apukám csónakjáról, hogy tetszett nektek. Szerintem rettentő jól sikerült, legalábbis élőben szépen néz ki. Nem tudom, hogy a videón ugye mit lehet majd látni, meg mit nem, vagy mit láttatok. De, na minden, szerintem szép lehet, örülni fog majd neki a Lucas meg a Davis. Legalábbis már látták, csak ugye még nem mentek vele, de amint jó lesz, ki fogjuk vinni a vízre, ezt neki fogják tudni próbálni. Kivéve a Davis nem fog menni még a Lucasra, ugye ezért, mert még nem annyi idős, de majd a jövőben biztosra, hogy fog. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, hogy napot jó estét, szeretnék kívánni attól, hogy mikor néztük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!